Akár 700 ezer forint támogatást kaphatnak a házaspárok lakásvásárlásra, illetve lakásépítésre városunkban. Önkormányzatunk képviselőtestülete augusztus 26-ai ülésén alkotta meg a lakásvásárlási és lakásépítésre adható támogatásról szóló rendeletét. Ezzel a lépéssel a Mezőkövesden letelepedni szándékozó házaspárok saját otthonhoz jutását szeretné segíteni az önkormányzat. Lényeges változások történtek. Megemeltük a elnyerhető összeget 100 ezer forinttal, tehát lakásépítéshez 500 ezer visszanemtérítendő és 200 ezer kamatmentes kölcsön. Lehet kapni, lakásvásárlásnál ez az összeg megfordult, 200 ezer visszanemtérítendő és 500 ezer kamatmentes kölcsön lehet elnyerni pályázaton. A rendeletben lefektették a támogatás igényléséhez szükséges feltételeket. Lényeges változás, hogy 3 év mezőkövesdi munkaviszonyhoz kötjük a támogatást. Ez alól a munkahely, hogyha úgy ítéli meg, akkor felmentést kérhet. Illetve lényeges változás az is, hogy energetikai bizonyítványt kérünk lakásvásárlás esetében. Az is lényeges változás, hogy házaspárok részesülhetnek ilyen támogatásban. A lakásvásárlásra, illetve lakásépítésre fordítható támogatásra beérkezett kérelmeket, pályázatokat negyedévente bírálja el a testület. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány a polgármesteri hivatal B épületében található szociális osztályon kérhető, illetve nyújtható be.